Zsuzsi, te szeretsz önkénteskedni. Igen, bár én úgy mondanám, hogy ez nem csak szeretet, hanem ugyanannyira kötelesség tudat kérdése is. A kollégáimmal mi rendszeresen járunk önkénteskedni, néhány hete a Csepkő gyermek otthonban voltunk, és a tűző napon sok-sok óra munkával, de tényleg sikerült valami hasznosat tenni. Nézzük, hogy pontosan miben is segített a Szerencsejáték ZRT csapat. A Szerencsejáték ZRT életében az önkéntes munka, az önkéntes feladatok azok hosszú múltra tekintenek vissza. Az idei évben a kollégák választhatták meg, hogy idén milyen szervezeteket támogatunk, és az idei évben a választás a gyermekekre, a gyermekotthonokra esett. Összesen a Csepkő gyermek otthonban és a Csepkő gyermek otthon nevelőszülői hálózatában 145 gyermek ellátását biztosítjuk. 9 óta festünk, illetve akkor érkezett ide a csapat, kiosztották az eszközöket, mindenki elfoglalta a maga területét, csiszoltunk és most festünk, és ez még jó pár órán át tartani fog. Évről évre egyre többen jelentkeznek ezekre a programokra. Most annak kellene, hogy nyár van, és most idejében 5-5-ször adták ki a hőségriadót, még ennek ellenére is több mint 20-an jelentkeztek erre a programra, és itt a legnagyobb kánikulában is szerintem, hogy a 34 fok van, és még most itt nagyon derekasan festik a kerítést. Annyira szép lesz, tényleg ez a magasfényű festék ezen a lerobbant kerítésen teljesen újjá fogja varázsolni ezt a környéket, én úgy érzem, úgyhogy nem hiába dolgozunk most. A kerítés az bizonyos értelemben szakértelmet is igényel, meg hát rengeteg anyagi ráfordítást, és ezt nem tudtuk még ez idáig lefesteni, és bizony valakinek a Szerencsejáték ZRT-nél az álmaival találkoztunk ilyen szempontból, nekünk egy óriási dolog, hiszen nyilván a lakókörnyezetünk megítélését is jelentősen fogja ez befolyásolni.